figyelembe venni. Ugye ezen a térképen már lehet, hát elég halványan, de remélem, hogy lehet látni az országhatárokat. Akkor az is elmondható, hogy ezek a színes területek, ahol a legtöbb csapadék hullik, ezek két ország, Kirgizisztán és Tadzsikisztán területén találhatóak, és hogyha megnézzük a másik három jóval nagyobb államát a térségnek, akkor ott egy jóval szárazabb és jóval vízhiányosabb helyzetet figyelhetünk meg, már csak ez alapján, a térkép alapján is. És ez a következő ábra az, ami a leginkább árulkodik arról, hogy mi a probléma forrása Közép-Ázsiában. Tehát onnan indultunk ki, hogy elvileg megfelelőek a rendelkezésre álló vízkészletek, elvileg nem indokolt feltétlenül a vízstressznek a kialakulása. Amit itt látunk, az az, hogy a három nagyobb állam, Kazaksztán, Üzbegisztán és Türkmenisztán viszonylag kevés vagy kevesebb rendelkezésre álló vízkészlet mellett nagyon nagy mennyiségű vizet használ föl. A másik két esetben, Tadzsikisztán és Kirgizisztán esetében látjuk, hogy sokkal nagyobb a rendelkezésre álló vízkészlet, és abból sokkal kevesebbet használnak fel ezek az államok. Ez rögtön indokolja tehát egy megkülönböztetés bevezetését a két országcsoport között, amit én a folyókon elfoglalt helyük révén egész egyszerűen alvízi és felvízi országokként fogok azonosítani, tehát Tadzsikisztán és Kirgizisztán a folyók felső folyása mentén helyezkedik el, ebből fakad, tehát az Amu-darja és a Szir-darja, amelyek az Araltó vízgyűjtő területének a két legjelentősebb folyója, természetesen itt számos mellékfolyóról is beszéltünk, ez egy leegyszerűsített térkép, de ezeknek a forrásvidéke Tadzsikisztán és Kirgizisztánban található, méghozzá a leginkább a magas hegységekben található gleccserek formájában fölgyűlt, fölhalmozódott csapadék révén erednek a közép-ázsiai vízkészletek. A gleccserekre majd érdemes lesz emlékezni, hogyha ugye klímaváltozásról beszélünk. Az alvízi országoknál, amelyek az folyók alsó folyásán helyezkednek el, fölmerülhet kérdésként, hogy de vajon mit csinálnak ezek ezzel a nagymértékű vízzel, amit elvezetnek a folyókból, vagy amit felhasználnak. A válasz az, hogy az alvízi országok nagyon kiterjedt öntözési tevékenységet folytatnak, ez Üzbegisztán és Türkmenisztán esetében különösen a gyapott termesztésre korlátozódik, Kazaksztán esetében pedig inkább gabonafélék termelésére. Mind a három állam esetében fontos a mezőgazdaság. Ugye Kazaksztánról azért látjuk, hogy nagyobb, más területei is bevonódnak a mezőgazdaságába, tehát ott egy ilyen 5%-át teszi ki a GDP-nek a mezőgazdasági termelés. Üzbegisztánban, Türkmenisztánban, illetve a térség többi országában is 15-20% körül járul hozzá a GDP-hez a mezőgazdasági termelés. Tehát lehet látni, hogy itt ez az öntözés, ez egy fontos szektort szolgál, de talán még jobban látszani fog a fontosság, hogyha azt mondom, hogy Közép-Ázsia népességének 30%-a dolgozik a mezőgazdaságban. Hogyha megnézzük ezt a térképet, akkor pedig már azt is lehet látni, ugye itt már látszanak a mellékfolyók, de a rózsaszín elvezető sávok, azok pedig az öntöző rendszereket mutatják, és a vízkivételt, illetve az Araltó tragédiájára, az Araltó eltűnésére is megkapjuk a magyarázatot rögtön ezekkel a piros nyilakkal. Ez az a helyzet, ahová Közép-Ázsiába megérkezik egy igen nagy mértékű klímaváltozási hatás, és egyelőre nem is szeretném ezt tovább folytatni, hanem itt szeretném lekerekíteni ezen a ponton, tehát mi is az a kiinduló helyzet Közép-Ázsiában, ahol a klímaváltozás jelenlegi és jövőbeli hatásai ki fogják fejteni a befolyásukat. Ugye egyrészt lehet látni, hogy adottak nekünk a felvízi országok, amelyekben sok csapadék hullik,
Viszont, és ezt eddig még nem említettem, a kérdés nagyon szorosan összefonódik nem csak a mezőgazdasággal, hanem az energiatermeléssel is. Felvízi országok vízenergiából, szinte 100%-osan vízenergiából látják el a szükségleteiket, míg az alvízi országok számára öntözéshez van szükség, vízre, mezőgazdasághoz, és mondhatnánk, hogy a kettő nincs ellentmondásban, hiszen az energiatermelésnél is, tehát az energiatermelés nem teszi tönkre a vizet, a vízerőműből ugye tovább folynak a vízkészletek, és sokszor szokták a helyiek is érvként felhasználni. Azonban a felhasználásnak a ritmusa nagyon különböző, hiszen energiára télen, hidegebb időszakokban van szükségünk, mezőgazdaságban pedig öntözésre a nyári időszakban, tehát a két tevékenységnek a ritmusa az, ami feszültségeket keletkeztet az államok között, és ez az a helyzet, amit valamilyen formában már eleve kezelni kellett volna Közép-Ázsiában, és a klímaváltozás hatásai azok tovább súlyosbítják ezeket a feszültségeket. És hogyha megnézzük, akkor ez a záró ábrám, hogy a vízbiztonság itt nagyon sok tényezővel összefügg, tehát a vízbiztonság nem csak a klíma biztonságával függ össze, illetve az energiáival, amikre én most utaltam már ebben a rövid expozéban, hanem a nemzetbiztonság, az emberi, humán biztonság, a közösségek biztonsága, illetve az élelmezés biztonsága is nagyon szorosan összefügg a vízbiztonsággal. És akkor én most itt ezt az expozét lezárom, és szeretném megkérni Boglárkát, hogy akkor folytassa. Én is köszöntök mindenkit. Én pedig akkor az utolsó szót átvéve az élelmezés biztonságban mondanék pár szót. Még előtte egy fél hozzászólást tennék ahhoz, hogy az élelmezés biztonság az nem ugyanaz, mint az élelmiszer biztonság. Tehát, hogy az élelmiszer biztonság az az élelmiszer minőségét vizsgálja, az élelmezés biztonság viszont ezen túlmenően azt vizsgálja, hogy egy adott ország, egy adott régió, vagy akár az egész földnek a lakossága rendelkezik-e megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel. Igen, és hogy az élelmezés biztonság, az élelmezési kérdések, azok hol találkoznak a környezeti kérdésekkel. Itt ezt a kérdést két oldalról lehet megközelíteni, először az egyszerűbbet, az egyértelműbbet említeném. Ugye az élelmiszertermelésnek az alapanyagait hiába vannak mindenféle kísérletek, általában kevésbé sikeres kísérletek arra, hogy ez ne így legyen, de azért a mai napig még mindig a mezőgazdasági termékekből történik az élelmiszertermelés, és a mezőgazdaság pedig alapvetően a természeti erőforrásokra támaszkodik. Tehát ennek következtében bárhol a Földön tulajdonképpen bármilyen hirtelen környezeti sok, amit természeti katasztrófának szoktunk általában hívni, vagy pedig egy hosszabb graduálisabb folyamat következtében környezeti változás áll be, ez kihatással lehet az élelmiszertermelésre, vagyis az embereknek az élelmiszerellátására, ami pedig tulajdonképpen beláthatatlan biztonsági következményeket vonhat maga után. A másik megközelítés pedig azon alapul, hogy azért a mezőgazdaság az nem csupán elszenvedője a környezeti változásoknak, hanem alapvető okozója is. Tehát, hogyha egy-két adatot nézünk, a globális üvegházhatású gáz kibocsátásoknak közel 20%-áért a mezőgazdaság felel. Itt egyébként 13 és 20% között ingadoznak a számítások, tehát nyilván különböző módszertanok a más számítások jönnek ki, de mindenképpen nagyon jelentős. És hát ezen belül és Kelet-Ázsiával összefüggésben rengeteg külön témát lehetne megjelenni, de én most maradnék alapvetően az állattenyésztés vonalán, mert ez Kelet-Ázsiában kifejezetten fontos most is, és a jövőben nézve is. Tehát ezen a 20%-on belül 6%, mármint a teljes, a globális üvegházhatású gázkibocsátás 6, kötőjel, szintén ugye az újabb, a másféle számítások miatt, 6-15%-a az állattenyésztésből származik. És ez azért jelent problémát,
mert az állattenyésztés emellett, ahogy Kinga is mondta, ugye, az a víz szükségnek az élelmezési aspektusaira utalva, hogy az állattenyésztés az közel egyharmadát a mezőgazdaság vízszükségének felveszi, emellett majdnem 80%-a a világ mezőgazdasági területeinek állattenyésztés, majdnem 80%-án állattenyésztés zajlik, és minden mellett viszont az energiabevitelünknek, a globális energiabevitelnek kevesebb, mint 20%-a származik állati eredetű élelmiszertermékekből, és amit talán még meglepőbb, hogy a fehérjebevételünknek is kevesebb, mint egy harmada származik állati eredetű fehérjékből, és hogy Kelet-Ázsiával kapcsolatban ez miért probléma. Ugye az egész világon nő a népesség, és 2050-re most az ENSZ-nek a legújabb számításai szerint körülbelül 9,6-9,7 milliárdan fogunk itt élni a Földön, és ez már önmagában nagyon nagy nyomást helyez a világ élelmiszertermelésére, de emellett ráadásul az étrendünk az változik, illetve igazából nem itt Európában a mi étrendünk változik, hanem például Kelet- és Dél-Ázsiában van egy nagyon nagy tendencia arra, hogy az ő étrendjük is egyre jobban elkezd a mi étrendünkhöz közelíteni, ami azt jelenti, hogy az alapvetően gabona alapú étrend, mert egyre több feldolgozott élelmiszer és leginkább egyre több állati eredetű fehérje kerül be. És ez a kettő tényező, hogy egy nagyobb népességet és egy sokkal több húst fogyasztó népességet hogyan lásson el a Föld, Kelet-Ázsia, ez egy nagyon nagy fejtörést okoz jelenleg a mezőgazdasági kutatásokkal foglalkozóknak, ugyanis most jelenleg még mindig alapvetően az a bevett módszer, mondjuk így, hogy amikor újabb földeket kell mezőgazdasági művelés alá vonni, ilyenkor általában nem iparterületeket számolnak fel, hanem ilyenkor erdőket, és hát de nagyon sok esetben a trópusi esőerdőket írtják. Ez, hogy Ázsián belül nézik, ugye Dél-Kelet-Ázsiában előfordul sajnálatos módon, és különböző számítások alapján körülbelül 10-15%-ra teszik az éves, a föld éves szén-dioxid kibocsátásának az esőerdők írtásából származó hányadát. Tehát itt a mezőgazdaságnak a működése az két oldalról is a környezeti kérdésekhez kapcsolódik, mert egyrészt a mezőgazdaságnak, az élelmiszerellátásnak feltétele az ökológiai környezet, ugyanakkor meg célja, hogy ellássa a növekvő emberiséget, és ezzel viszont egyre inkább rombolja az ökológiai környezetet. Tehát itt nagyon nagy kérdések vannak a következő évtizedekben, és ez a húsfogyasztó népességnek pedig egy jelentős része Kelet-Ázsiához köthető, elsősorban ugye Kínához, illetve még Ázsiában a másik óriást, Indiát is érdemes itt megemlíteni, ahol ugyan a népességnek körülbelül 80%-a vegetáriánus, azonban nagyon nagy mennyiségben fogyasztanak tejtermékeket, illetve azért alapvetően a vegetarianizmus aránya is csökken évről évre. Tehát vannak olyan feltételezések, hogy 2060-70-re tulajdonképpen India nagy része is már húsfogyasztó lesz, és erről viszont nincsen semmiféle feltételezés és számítás, hogy ezt hogyan tudna a föld mezőgazdasága, India mezőgazdasága, vagy összességében a globális mezőgazdaság ezt ellátni. Én ennyit szerettem volna először bevezetésnek. Köszönöm. Akkor átveszem én a szót, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Amint elindult a közvetítés, elkezdtek fúrni a szomszédban, úgyhogy nem tudom, ha esetleg megint elkezdik, akkor elnézést kérek. Csináltam egy rövid előadást, vagy hát ilyen PPT-szerűséget. Ennek a kibővített változatát én előadtam 3 éve egy konferencián, úgyhogy mind az 5 ember, aki azt ott jelen volt és hallott, attól elnézést kérek, ha most is néz minket. Nem szeretem ismételni magamat.
arra gondoltam, hogy mit tudnék itt 10 percben összefoglalni, ami segíthet a hallgatóságnak valahogy közelebb jutni a katasztrófákhoz. Ja igen, ezt nem mondtam, a témám a katasztrófavédelmi együttműködés Dél-Kelet-Ázsiában, alapvetően ezt kutatom a katasztrófák politikai hatásait, meg az államok együttműködési hajlandóságát, és hát nyilván a klímaváltozás is itt képbe jön, és erről szeretnék egy rövid fejtágítót tartani. Na most bevezetésként nem akarom felolvasni az idézeteket, bevezetésként egy olyan toposzt hoztam, amit bizonyára mindenki nagyon sokszor hallott, hogy a klímaváltozás növeli a katasztrófák számát és intenzitását vagy súlyosságát a világon, és Dél-Kelet-Ázsia ebben a témában különösen veszélyeztetettnek számít, szóval hát alapvetően ez az alap tézisünk, hogy van a klímaváltozás, növeli a katasztrófák számát, és Dél-Kelet-Ázsiában ez elég nagy veszélyt jelent. Na most erről az egyetlen mondatról szeretnék most néhány szót mondani. Nézzük először a klímaváltozást. Alapvetően azzal találkozunk, ha tudományos szakirodalmat nézzük, hogy egy-két dologban biztosak vagyunk, de nagyrészt egy nagy bizonytalanság jellemzi a klímakutatást. Nem tudjuk pontosan, hogy most ez természetes folyamat, vagy az ember okozza, vagy miben járul hozzá az ember ehhez az egész helyzethez. Nem tudjuk jelenleg sem, hogy milyen folyamatok zajlanak, mert nagyon nehéz izolálni alapvetően az ember környezetre való hatásától, illetve az esetleges előrejelzések is nagyon sokfélék. Most kettő darab ilyen grafikát hoztam a témában. Egyrészt a tengerszint emelkedést. Itt láthatjuk, ezek tudományos publikációkon alapulnak, láthatjuk, hogy a szakértők nagyon különböző előrejelzéseket hoztak, hogy mennyiben fog növekedni a tengerszint globális szinten. Itt láthatjuk a 0,2 métertől egészen majdnem az 1 méterig terjed az előrejelzés 2100-ig bezárólag. Illetve egy másik előrejelzést hoztam, ami hát a katasztrófák szempontjából szintén nagyon fontos a hőmérsékletet szeretni előrejelezni. Itt többféle szenárió látható, itt legfelül láthatjuk alapvetően az átlag hőmérsékletben az előrejelzéseket, hogy ez szerint a feltételezés szerint alapvetően melegebb lesz a légkör, így rekord melegek lesznek. Viszont van olyan előrejelzés, itt a másodikat láthatjuk, hogy a szórás növekszik, tehát több lesz a hideg idő, hideg hőmérséklet, és több lesz a magas hőmérséklet is a világban. Illetve a harmadik szenárió szerint ez a kettő együtt, tehát szélesednek az értékek, ugyanakkor egyre melegebb is lesz. Most igazából ez csak egy rövid példa volt, de arra szerettem volna rávilágítani, hogy annyira komplex ez a rendszer, hogy nem igazán tudjuk, hogy mivel állunk szemben. És hát ha másik oldalt megnézzük, a katasztrófákat, akkor szintén ez lesz a lényeg, hogy nem tudjuk mérni a növekedést. Hoztam egy példát, itt 2010-ben készült egy tanulmány, ami a katasztrófák és a klímaváltozás összefüggéseit vizsgálta a előkelő folyóiratok cikkei szerint, és hát azt látjuk, hogy nagyon komplex az eredmény, mert a katasztrófa típusokra lebontva nem találkozunk egyértelmű hatással. Tehát a klímaváltozás hatását a katasztrófákra nem tudjuk egyértelműen megállapítani. Egyedül talán a hát hőkatasztrófa, ilyen szó nincsen, ezt magyarul úgy szoktuk mondani, hogy szélsőséges hőmérséklet, abban látunk egyértelmű összefüggést, meg talán az erdőtüzeknél, de a többi, akár az aszály, ezt aláhúznám, mert ez mindig elő szokott kerülni, hogy az aszály katasztrófák számát és intenzitását növeli a klímaváltozás. A tudományos publikációk nem tudtak erre egyértelmű választ adni. Az esőzések, illetve az árvizek esetében sem, a viharok esetében sem, illetve a hóhelyzet esetében sem. Úgyhogy itt szintén azzal találkozunk, hogy ez egy túl komplex rendszer ahhoz, hogy bármilyen egyértelmű megállapítást tegyünk. Itt példának hoztam Trump volt elnök Twitter bejegyzését, mely szerint ha hideg van kint, akkor hol van a globális felmelegedés, és ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy ma ettem, akkor hol van az éhség a világban. Szóval ez nem annyira egyértelmű téma. És hát akkor a katasztrófák növekedését tekintve, először azzal találkozunk, hogy nem tudjuk meghatározni, mi ez a katasztrófa.
itt példának hoztam, most ha lekéssük a buszt, vagy odaigetjük a rántottát, azt is hajlamosak vagyunk katasztrófának nevezni, de most ezt nyilván a nemzetközi közösség nem ismeri el katasztrófának, de nagyon sokféle meghatározás született már. Most Bogi is mondott egy újat, amit még nem hallottam, hogy természeti sokk, ami nagyon tetszik. Ezt is, így is hívhatjuk a katasztrófákat, abszolút megoszlanak a vélemények, hogy mi számít annak, és hát ez megnyilvánul az adatbázis építésben is, mert amikor a katasztrófákat összesítjük táblázatokba, akkor kellenek objektív mérőszámok, amiket hát minden egyes központ, minden egyes adatbázis máshogy határoz meg. Most a Nemzetközi Katasztrófadatbázis hoztam, mert az nagyon népszerű, ő meghatározott néhány számot, hogy így határozzuk meg a katasztrófát, és ezeket rakjuk be táblázatba, és hát ez szerint mérhetünk növekedést, és most ugrik a majom a vízbe. Ha Dél-Kelet-Ázsiában nézzük ezeket a számokat, akkor nem látunk növekedést. 2000 előtt nem is nagyon találkoztatunk értelmezhető adatokkal, Dél-Kelet-Ázsiában az adatgyűjtés az nem tekint hosszú múltra vissza, ezt gondolom sejthetjük. És a 2000 után, amit látunk, az igazából az előfordulás tekintetében, itt ha a kék értékeket megnézzük, hogy nem tudunk igazából semmit levonni. Tehát nem látunk egyérdemi növekedés vagy csökkenést. Itt a vége, mintha lefele csökkenne, de hát ez egyszerűen 3 évre lebontva szintén nem mondhatunk el semmit erről. Azt látjuk, hogy egyérték körül mozognak évente a katasztrófák száma. Ha intenzitásról beszélünk, most itt az egyik változunk lehetne az összes haláleset. Szintén azt látjuk, hogy van egy-kettő nagyobb érték, de amúgy egy érték körül mozognak a katasztrófák által elhunytak száma. Most a 2004-es nyilván a nagy indiai óceáni földrengést jelöli, a 2008-as meg a Nargis-ciklont, ami Myanmarban pusztított. Most hoztam még egy ilyen grafikont, ez a katasztrófák által érintettek számát jelöli, meg a katasztrófák által okozott gazdasági kárt. Itt is láthatjuk, hogy kapunk nagyon sokféle adatot, amikből tendencia alapvetően nem alapítható meg. Vannak kiugró események, a nagyobb katasztrófák, de alapvetően nem látunk növekedést, sem csökkenést. És hát így végszóként akkor a Dél-Kelet-Ázsiában most valóban a klímaváltozás miatt növekszik a katasztrófák száma és intenzitása, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy kiemelten veszélyeztetett a régió, nyilván a földrajzi helyzet miatt is, a időjárás miatt is, a demográfiai mutatók miatt is, hát nagyon nagy a népesség, nagyon nagy a népsűrűség, tehát a koncentráció is nagy, illetve az infrastruktúra sincs olyan szinten, hogy ez kifejezetten kedvező lenne katasztrófavédelmi szempontból, és hát a katasztrófavédelem, mint olyan, tehát az elhárítás, a katasztrófavédelmi szervezet és a működés sem, Szingapúrt kivéve, az sem, sincs olyan szinten Dél-Kelet-Ázsiában, ami megkönnyíteni a helyzetünket. Szóval így a végszóm az lenne, hogy sajnos a klímaváltozás és a katasztrófák kapcsolatáról nem tudunk levonni semmilyen következtetést. Úgyhogy én ennyit szántam most rövid bevezetőnek. Nagyon szépen köszönjük, ezek igazán izgalmas gondolatébresztő leadások voltak. Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyszerre vagytok regionális szakértők is, meg a környezetbiztonságnak különböző aspektusaihoz is értetek, úgyhogy most elsősorban azt szeretném kérni, hogy talán inkább a regionális szakértők kalapotokat vegyétek föl, és az lenne az első kérdésem hozzátok, hogy azokban a régiókban, amelyekben ti kutattok, és amelyekben otthon vagytok, mik azok a környezeti sérülékenységek, amelyek ugyan a Bendegúz által nem... Bendegúz már elmondta nekünk, hogy nagyon nehéz definiálni, hogy mi ez a klímaváltozás, de azért vannak bizonyos környezeti hatások, amelyeket azért észlelünk, akkor is, hogy tudományosan nehezen tudjuk megfogalmazni, hogy ez milyen szinten mesterséges, milyen szinten környezetváltozásnak a hatása. Be is fejezem ezt a kérdést, és átadnám a szót. Mik azok a fő sérülékenységek, amik a ti területeken jelen vannak? Akkor folyt, akkor maradjunk annál a sorrendnél, ahogyan elkezdtük, és akkor folytatom én. Nagyon izgalmas volt, miközben hallgattam Bendegúznak az előadását, végig arra gondoltam, hogy igen, hogy nem feltétlenül kell hozzá katasztrófa
helyzet, vagy ilyen szuperlatívuszokban beszélni, hogy a klímaváltozásnak határozottan megállapíthatóak legyenek a káros hatásai egy adott régióban, és hát sajnos Közép-Ázsiában pontosan ez a helyzet, tehát vannak már erről részletesebb világbanki szintű elemzések is, hogy Közép-Ázsia egyrészt, ahogy ezt ugye már bemutattam, rendkívül sebezhető lesz, és már az is a klímaváltozás hatásaival szemben, másrészt pedig most már tényleg ott vagyunk, hogy mérhetőek, tehát vannak mérhető adatok a kérdésben. De hogyha azt szeretnénk megnézni, hogy mik a fő sérülékenységek, akkor először is a gletszerekkel kezdeném, amire már felhívtam a figyelmet a térképeknél is. A gletszerek biztosítják a térség vízkészleteinek a nagy részét, ezeknek az olvadása, ugye, és tényleg érdemesebb erről komplexebben gondolkodni, tehát nem az történik, nem csak annyi történik, vagy nem csak annyi okoz problémát, hogy elolvadnak a gletszerek, mi fog történni, hanem az az ütem is, ahogyan olvadnak ezek a gletszerek, ahogyan megváltozik a folyóknak a vízhozama bizonyos évszakokat tekintve, ahogyan elmozdul. Tehát a gletszereknél, hogyha csak az olvadást nézzük, akkor a közép-ázsiai gletszereknek már az egyharmada elolvadt a 20. század során, tehát ez már bekövetkezett, megtörtént, nem visszafordítható valószínűleg, és a becslések szerint 2100-ra akár a 80%-a is eltűnhet ezeknek a gletszereknek. De eközben, ami történik még a klímaváltozás hatására, az az, hogy ez az olvadási folyamat összefonódik a szélsőséges időjárási jelenségekkel, amik érintik a térséget, tehát mind az aszály, mind a nagyon nagy mennyiségű csapadék, az csapadékból fakadó árvíz megfigyelhető a térségben. És Közép-Ázsiában egyébként is jellemzőek az árvizek az őszi-téli időszakban, amikor a csapadéknak a nagy része hullik. Hogyha az alvízi országok növénytermesztésére gondolunk, akkor látjuk, hogy mekkora károkat tud ez okozni, és hogyha mindehhez még hozzászámoljuk a klímaváltozásnak a hatásait, egyes becslések azt mondják, hogy miközben a nyári időszakban, amikor ugye a termeléshez, az öntözéshez nagy szükség lenne a vízhez, akár 25%-kal is csökkenhet majd a folyóknak a vízhozama, és eltolódik az a csúcs, az a tavaszi olvadási csúcs, ami a gletszerekből érkezik, és amelyekből föltöltik a víztározókat, mind az öntözőrendszereknek az ellátásához, ez a csúcs időben is eltolódik. Tehát már arról azt egyébként is megbeszéltük, hogy az emberi tevékenység, a gátak használata, a vízerőművek használata, az öntözés, az különböző ritmusokban van, és ez okozza a politikai feszültséget a térségben. Na már most, hogyha erre rájönnek ezek az extrém időjárási jelenségek, és a gletszerek nagyobb mértékű, vagy más eltérő mértékű olvadása, akkor ott bizony nagyon komplex kihívások jönnek létre. Én nekem Kelet-Ázsia a területem, és én is egy vizes témával kezdenék. Ugye Kínában alapvetően elég nagy vízhiány van, illetve borzasztóan csökken a rendelkezésre álló éles vízkészlet, és ennek is van mezőgazdasági... Igen, még mielőtt. Azelőtt ez nagyon jó, hogy a Bendegúz ezt kiemelte, hogy mennyire nehéz összefüggést találni, vagy hát igazából még nem sikerült ezt bebizonyítani, hogy az emberi tevékenység az mennyire van hatással a klímaváltozásnak az ütemére, vagy hát a klímaváltozásra. Viszont vannak olyan helyzetek, és például Kínában ez teljesen egyértelműen tetten érhető, amikor egyértelműen az emberi tevékenység következtében történik valami környezeti változás, és Kínában azt kell tudni, hogy az országnak az északi felén van körülbelül a kétharmada az öntözést igénylő termőföldeknek, viszont a vízkészletnek csupán az egyharmada van ott, és ez megfordítva lendélen az egyharmada az öntözést igénylő termőföldeknek, viszont a vízkészletnek a kétharmada. És hát ezt a problémát most idézőjelben, vagy nem idézőjelben, de megoldva, hatalmas nagy csatornarendszereket építettek,
Tehát az elmúlt 50 évben hihetetlen, 60 évben hihetetlen beavatkozás történt, aminek a hatásai meg mára már abszolút éreztetik magukat, és például ez egy eléggé sokkoló adat szerintem, hogy Shanghai és Peking alatt a talajvíznek a szintje az évente körülbelül 1 méterrel csökken. Tehát, hogy ez egy hihetetlen mértékben tűnik el aluluk tulajdonképpen a talajvíz. Ez lenne az egyik, és akkor Mongóliát is egyébként, meg azt láttam Kingánál ugye a térképen is, hogy ugye Mongólia is egy kifejezetten vízhiánnyal, nagy vízszükséggel küzdő ország, viszont Mongóliában meg nem történtek ilyen beavatkozások, Mongólia nagy részén ugye hagyományos nomád állattenyésztés zajlik, ami ugye a meglévő erőforrásokra alapul, tehát ott alapvetően még sincs ebből közvetlen probléma. Viszont ami szintén Mongóliát és Kínát is érint, és ezen a másik, amit megemlítenék, az a Gobi-sivatagnak a terjedése. Mongol területen, ez a mongol felén a Gobi-sivatagnak azt mondják, hogy évi 5-6 méterrel tapasztalják az ott gazdálkodó pásztorok, hogy terjed fölfele északra a Gobi-sivatag, ugye ez délen a kínai részen is megtörténik, és hát Mongóliában ugye ez amiért elsőbb a problémát okoz, hogy a Gobi területein is egyébként élnek pásztorok, akiknek a körében sok gyűjtés történt az elmúlt 15 évben, és nagyon érdekes, hogy nekik nagyon pontos és komoly megfigyeléseik vannak, hogy az elmúlt 40-50 évben hogyan változott meg az időjárás, és hogyan változott meg körülöttük az élőhely. Élen pedig kínai részről meg a leglátványosabb jele ennek, hogy most már ez az elmúlt években tulajdonképpen rendszerint bekövetkezik pár havonta, elsősorban így tél végén és tavasszal, hogy Pekingen végig söpört több napon keresztül tartó homokvihar. És ebből ugye az elsődleges, amit így látunk, hogy a kínai közösségi médián mindenki posztolgatja ezeket az apokaliptikus képeket, de ugyanakkor ez azért a kínai kormánynak egy eléggé nagy fejtörést okoz, mert hogy ez nem egy könnyen megoldható dolog. Tehát ahol ugye a föld már elsivatagosodott, ott azt már nagyon-nagyon nehéz úgy rendbe rakni, hogy ezt a folyamatot meggátolja, és ez ne súlyosbodjon a jövőben. Úgyhogy szerintem Kelet-Ázsiában ez a kettő legszignifikánsabb környezeti változás, ami az utóbbi években megmutatta magát. Na most nyilván, ha a környezet változik, akkor gyakorlatilag minden megváltozik, úgyhogy sok dolog van Dél-Kelet-Ázsiában, és én két dolgot emelnék ki, a tengerszint emelkedést, meg a migrációt. A tengerszint emelkedés most az, hogy a mértékét, illetően nincsenek egyetértések, az biztos, hogy emelkedik, és a civilizáció alapvetően, mondjuk alapvetően vízhez kötött, de Dél-Kelet-Ázsiában is a part mentén alakult ki majdnem mindenhol, és rengeteg város, nagy sűrűségű, népsűrűségű város van ezáltal veszélyeztetve. Most egy példa erre Jakarta, ami ugye Indonézia fővárosa, és 10 millióan lakják, és a indonéz vezetés az el akarja költöztetni Borneo szigetére a fővárost, ott létre akarnak hozni az esőerdőben egy új várost, ami hát egyéb más kérdéseket vet föl, így a erdőpusztítás például. De hát rengeteg ilyen, mondjuk Bangladesh is nagyon jó példa, Bangladesh talán a világon a legjobban veszélyeztetett a tengerszint emelkedés által. Bangladeshben gyakorlatilag a népesség nagy része ott lakik a tenger mellett, illetve a folyódeltán, mert hát Bangladesh is maga egy folyódelta, és ahogy emelkedik a tengerszint, úgy hát gyakorlatilag az emberek rá lesznek kényszerítve, hogy elvándoroljanak, és akkor így rávezettem a gondolatmenetet a migrációra, ami a katasztrófákhoz is erőteljesen kapcsolódik. Ha megváltozik az életterünk, igyekszünk elmenni onnan. Na most a katasztrófáknál is megfigyelhető, egy határól elbeszéltem, nem tudom, talán egy éve vagy két éve, hogy a 90-es évektől minden nagyobb dél-kelet-ázsiai katasztrófa után megjelentek a határon dél-kelet-ázsiai menekültek, mert megváltozott a környezetük, és el kellett onnan menekülniük. Na most, ha nem is jönnek el idáig,
minimum az országon belül nagy lesz az várható népvándorlás, szóval a, nyilván, ha a mezőgazdaságban az emberek egy idő után nem tudnak megélni, akkor a városokba emigrálnak, vagy külföldre emigrálnak, és hát ez gyakorlatilag megjósolhatatlan és beláthatatlan következményekkel fog járni a térségben. Röviden ennyi. Köszönöm, ez rá is vezet arra, amit következőképpen szerettem volna kérdezni. Ugye most, hogy már nyertünk egy képet arról, hogy mik ezek a fő tendenciák és folyamatok, amik veszélyeztetik a környezeti biztonságot Ázsiában, most azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire útfüggőek ezek az államok? Mennyire próbálnak az államok tenni ez ellen? Mennyire tudnak az államok tenni? Vannak-e erre bármiféle kezdeményezések, hogy ezeket a helyzeteket megoldják, elébe menjenek a kihívásoknak, vagy inkább csak várják, és az elkerülhetetlen, és reménykednek benne, hogy mégse lesz annyira rossz? Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogyha az államok vezetőit kérdeznénk, akkor ők nyilván azt mondanák, hogy ők mindent megtesznek a népük jóléte érdekében, és ez hatványozottan hangsúlyos lenne Közép-Ázsia esetében, amely régióról tudni kell, hogy még mindig igen nagy mértékben a külföldi befektetők befektetési hajlandóságától függ, tehát nem csak egyszerűen a lakosság biztonságáról van szó, hanem arról, hogy mennyire vonzó célpont az állam, az adott állam az ötből a külföldi befektetések számára. Ja, ez pedig egy nagyon nehéz kérdés, és ezért van az, hogy nagyon sok nemzetközi donorról is beszélhetünk Közép-Ázsiában. De hogyha egyelőre azt nézzük, hogy mit tesznek az államok vezetői, akkor azt egész biztosan el lehet mondani, hogy mind az öt államnak van valamilyen stratégiai jellegű dokumentuma, valamilyen célkitűzése, ami érinti a klímaváltozást, még Türkmenisztánnak is, pedig ugye Türkmenisztánról azért meglehetősen közismert, hogy egy nagyon zárt, egy diktatórikus állam, amely nem igazán igyekszik követni a nemzetközi rendszerben meglévő normákat, Türkmenisztánnak is van ilyen jellegű dokumentuma. Na, ezekről azt kell tudni, hogy nem, általában nem önmagukban a klímaváltozás kezelése a célkitűzés, hanem egészen pontosan a fejlesztésre irányulnak és fókuszálnak nagy többségükben ezek a dokumentumok. Tehát itt egyrészt mondhatnánk azt, hogy milyen jó, hogy integrált szemléletben dolgoznak, de ez itt inkább annak a jele, hogy nem ez az elsődleges hívó szó, és nem ez az elsődleges kulcs szó, hogy akkor a klímaváltozás hatásai ellen kellene küzdeni, vagy a rezilienciát fejleszteni, hanem inkább ebben a fejlesztési keretben tekintenek ezekre a kérdésekre. Na már most közben az is igaz, hogy ezek nagyon szépek ezek a dokumentumok, de az implementációjukról sajnos nincsenek kidolgozott lépések, tehát kicsit nekem mindig olyan érzésem van, amikor ezekre tekintek, hogy ez ilyen elvárást teljesítenek ezzel a közép-ázsiai államok, nemzetközi normák betartása, illetve a befektetők vonzása miatt, és ami kézzelfogható változás ezek alapján, a tervek alapján végbe megy, az azért nem mond, tehát nincsenek strukturált és látványosan előre haladó tervek vannak, de a megvalósulásuk az jellemzően nem így történik. Megvan a törvényi, tehát megvan egy ilyen jogszabályi keret hozzá, megvannak ezek a stratégiai dokumentumok, az implementáció azonban hát meglehetősen akadozva zajlik, és ennek azért nem kis mértékben nem is feltétlenül a politikai akarat, hanem a forrás hiány az oka. Alapvetően elég nagy hasonlóságot lehet, elég hasonló dolgokat lehet elmondani Kelet-Ázsiáról is, meg valójában azt hiszem, ez valahol a világon mindenhol abszolút igaz, hogy tehát az államok a biztonságukat alapvetően a gazdasághoz kötik ma. És azért az viszont az mindent visz. Tehát a kelet-ázsiai államok is papíron mind jól szerepelnek. Tehát
mindenhol megszülettek már ezek a dokumentumok, ezek a politikai paperök, hogy a klímaváltozás ellen tenni kell, és egyébként vannak nagyszabású projektek is, vannak Kelet-Ázsiában regionális kezdeményezések is, például ez az elég hosszú nevű Kelet-Ázsiai Régión belüli klímaváltozási szövetség, vagy nem is tudom, együttműködés, igen, inkább így kéne fordítani, aminek nagyon-nagyon sok célkitűzése van, és az egyik az volt, hogy például Mongóliában, meg Kínában a szén-dioxid kibocsátást tudják valamennyire csökkenteni. Hát a megvalósulás meg az tulajdonképpen annyi volt, hogy akkor Kínába is, meg Mongóliába is, Japánból és Dél-Koreából érkeztek befektető cégek, akik befektettek kicsit akkor napenergiába, meg kicsit valahova máshova, egyéb energiaforrásokba. És ennyi, és egyébként meg így, hogyha a nemzeti statisztikákat nézzük, nagy változás meg nem történt. Úgyhogy igen, emellett Kínában vannak nagy projektek arra, hogy a biogazdálkodást az segítség, és egyébként tényleg, tehát Kína egyébként a világ egyik legnagyobb biotermelője, akkor is, hogyha Kínán belül egyébként ez az arány ez továbbra is kicsi, de ez tény, hogy így van, meg egyébként Kínában vannak nagyon érdekes ilyen nagy kísérletek arra vonatkozóan, hogy milyen módszerekkel lehetne úgy élelmiszert termelni, hogy minél kevesebb műtrágyát kelljen használni, például kacsákat engednek rá a rizsföldekre, hogy majd ők leeszik a nem kívánatos kis állatkákat onnan. Szóval vannak kezdeményezések, meg nagyon sok olyan program van, ami összes, tehát önmagában jól hangzik, de amikor megnézzük ugye a statisztikákat, akkor viszont azt látjuk, hogy alapvetően évről évre mégiscsak emelkedik a kibocsátás, az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása, a sivatagok terjednek, a vízkészlet csökken, tehát igen, tehát a fő a gazdaság, és itt amikor kompromisszumot kell kötni, akkor az általában a gazdasági fenntarthatóság javára, nem pedig a környezeti és társadalmi fenntarthatóság javára billen. Na most Dél-Kelet-Ázsiát tekintve, de az a baj, ez tényleg sok ázsiai országra is elmondható. Ha innen oda nézzünk, akkor nyilván fontos dolognak tartjuk a környezetvédelmet, meg a katasztrófákat is, ha így vesszük, hogy a katasztrófavédelmet, de ha megkérdezzük a helyieket, ők ezt nem fogják érezni, hogy ez fontos probléma. Szóval, ha megkérdezünk, nem tudom, egy táj üzletembert, vagy egy indonész parasztot, vagy egy kambodzsai idegenvezetőt, akkor mindegyik elő fogja mondani a korrupciót, az éhínséget, akár a benszülött népek védelmét, ami egy nagyon, hogy mondjam, szexi téma most az ottani civil társadalomba, főleg Indonéziába, de a klímaváltozás, ez nem hiszem, és a katasztrófavédelem sem hiszem, hogy ott lesz a több top problémák között. Most, ha példát szeretnék mondani, 2019, talán szeptemberében volt ez a klímatüntetés hullám. Most itt Budapesten több ezer tüntető vonult ki az utcára, több ezer, egy 2 milliós városban. Kuala Lumpurban, ami szintén 2 milliós, ez egy 1000 főt számláló tüntetés volt, amit sikerként könyveltek el. Yangonban, Myanmarban, meg ami 7 milliós, 200 ember ment ki az utcára. Szóval alapvetően a helyiek nem érzik, hogy ez lenne a fő probléma. Ők sokkal más, tehát más problémákat vesznek előre, és hát most akkor ez tovább vezet, hogy a politikusok vagy a országvezetők mit tennének ez ügyben, hogyha saját szavazóik sem tartják ezt fontosnak. Maximum annyit tehetnek, hogy a nemzetközi normáknak eleget tesznek, tehát dokumentumokat állítanak ki, katasztrófavédelmi szervezeteket hoznak létre, környezetvédelmi szervezeteket, de ezen túl nem hiszem, hogy a gyakorlatban sokkal többet tennének. Nincsenek rákényszerítve, és ők sem tartják fontosnak. Bendegúz, még téged kérdeznélek ezzel kapcsolatban, hogy arról tudunk, hogy miért nem érdekli az embereket? A hétköznapi embereket a klímaváltozás? Hát most, hogy őszinte legyek, teljesen értem az álláspontjukat. Szóval, ha megkérdeznek egy magyart, hogy mi a legnagyobb problémája itt Magyarországon, nyilván a klímaváltozás nem lesz közöttük, szerintem. És olyan dolgokat fog mondani, amit meg a Dél-Kelet-Ázsiai nem ért, hogy miért tartjuk problémának a korrupciót, vagy mi bajunk a demokrácia deficittel, vagy
most innen meg megmondhatjuk, hogy ott mi kellene, hogy fontos legyen nekik. Nem tudom, miért nem tartják. Más dolgok sokkal fontosabbak talán. A ti régióitokban, Bogi, Kinga, van Greta Thunberg. Érdekli a civil társadalmat a klímaváltozás? Hát a közép-ázsiai régióban ott kezdődik a probléma, hogy nem igazán van ilyen, hogy civil társadalom sajnos, tehát ez itt megint csak a nemzetközi donorokra visszacsatolva, ez egy nagyon régóta egy nagyon nagy szívfájdalmuk, hogy nincs kivel együttműködni tulajdonképpen, hiába szeretnének grassroots mozgalmakat támogatni, vannak, nyilván van kit támogatni, előfordulnak, és tehát lehet is találni ilyen sikertörténeteket, tehát még véletlenül sem azt szeretném mondani, hogy nincsenek ilyenek, de alapvetően a várakozásoktól nagyon nagy mértékben elmarad a civil társadalom jelenléte Közép-Ázsiában, és hát ugye ennek az államok autoriter berendezkedése nem biztosít kedvező terepet. Amit a vízügyekkel kapcsolatban ebben a szektorban megfigyelhető, az az, hogy vannak ilyen úgynevezett a vízfelhasználók egyesületei, Water Users Associations, amelyeket már a Szovjetunió felbomlása után viszonylag gyorsan sikerült létrehozni, és ezek pontosan ebben a szellemben működnek, mint a grassroots jellegű mozgalmak, tehát azok a kistermelők, egyének, akik felhasználják az adott vízkészleteket, ők próbálnak meg együttműködni annak érdekében, hogy ezen a mikroszinten, vagy helyi szinten minél hatékonyabbá tegyék a vízgazdálkodást. Olyan szempontból pozitív, hogy ennek vannak is történelmi előzményei és gyökerei, amikre ezeket lehetett építeni. Viszont épp most olvastam egy kutatást, egy 2019-ben jelent meg, hogy hiába a sok optimista várakozás, reménykedés, hogy ezek az egyesületek, társulások nagyon komoly eredményeket tudnak elérni, hiába hangoztatják mindenhol a nemzetközi szervezetek honlapjain, hogy itt megoszlik a felelősség, és végre az egyén is részesülhet a vízkészletek felhasználásának a felelősségéből, tehát érdekelté válik, tehát hatékonyabban fogja felhasználni a vízkészleteket. Ebből a mostani kutatásból, amit olvastam, pont az derült ki, hogy nem minden esetben, és nem ilyen nagy mértékben érvényesülnek még ezek a várakozások sem. Tehát annak ellenére, hogy elméletben ezeknek jól kellene működnie, megint csak egy olyan korlát találunk szemben, ahol az elmélet és a gyakorlat az sajnos elválik egymástól, és bizony ebbe több energiát kellene valószínűleg fektetni, hogy kutatások révén megállapítsuk, hogy miért nem töltik be ezek a közösségek a velük szemben felállított szerep, vagy tehát azokat a szerepeket, amelyekre elméletben létrejöttek, és miért nem tudják teljesíteni a velük szemben felállított elvárásokat. Ilyen a klímaváltozás elleni megmozdulások, vagy pedig ez a fajta, hogy a politikusaink figyelmét felhívjuk a klímaváltozásra így egészében. Ez alapvetően nem meglepő módon a Dél-Korea, Japán, Tájván, Hongkong négyesben jellemzőbb inkább. Mongóliában ott inkább fókuszáltan a mongol társadalom alapvetően a bányászati működés ellen van, miközben egyébként a mongol GDP-nek jelentős hányadát a bányaszektor adja ki, viszont az országnak az egyharmada az még mindig ugye nomád állattenyésztő, és ezért az ő életüket, az ő megélhetésüket ez nagyon sok esetben közvetlenül befolyásolja, úgyhogy Ulánbátorban általában, hogyha ha környezeti változással kapcsolatos tüntetések vannak, azok nem a klímaváltozás ellen, vagy a klímaváltozásra való figyelemfelhívás, hanem ilyen nagyon konkrét újabb bányák megnyitása, újabb projekteknek az aláírása kapcsán történik.
Illetve hát Kínában ott meg, hát ott a klímaváltozás ellen sem tüntetnek alapvetően, úgyhogy az nem jellemző nyilván Kínában, hogy ilyen nagy civil megmozdulások lennének, viszont ott is nem a klímaváltozás, hanem az emberi tevékenységnek az eredménye miatt, a légszennyezettség miatt, viszont van egy alapvető társadalmi felháborodás, és hát ezen a téren viszont az tényleg látható, hogy sok mindent próbál a pekingi vezetés megtenni, és azok az ismerőseim, akik nagyon régóta éltek már Pekingben, ő szerintük ebben nagyon nagy előrelépés is történt. Azért a mi budapesti levegőhöz szokott tüdőnknek az még mindig nem egy ideális állapot, ami van. De igen, tehát hogy azért ebben is van javulás. Mongóliában is egyébként ugye Ulánbátor meg a világ másik nagyon-nagyon légszennyezett fővárosa, és ott is a légszennyezettség miatt is szokott lenni tüntetés, és egyébként meg azért nagyon vicces nekem ez a kérdés, mert láttam egy, nem is olyan régen, pár héttel ezelőtt láttam, hogy van egy angol nyelvű blog, amit egy név alapján szerintem egy vietnámi fiatal ír, és neki van egy ilyen bejegyzése, hogy miért nincsen még Ázsiának Greta Thunbergje, és hogy ilyen meg ilyen feltételekkel várja a jelentkezőket. És akkor ők majd megtalálják, hogy ki lesz Ázsiának a Greta Thunbergje. Úgyhogy lehet, hogy egyébként már az is lehet, hogy most, mikor adásban vagyunk, már megvan Ázsiának az új Greta Thunbergje. Majd meglátjuk, majd megnézem. Gyucsi, muszáj elmondanom, mert a házi feladatot elvégeztem. Amikor megkérdezted előre, hogy keressünk Greta Thunbergeket, akkor én nem tudtam egyről sem, de találtam. Van egy Kyo Yeh Tet nevű miamári szociológus rác, azt hiszem 21 éves, és ő a miamári Greta. Ő alapvetően azért harcol, hogy a megnyilatkozási alapján legalábbis, hogy a miamáriak egyáltalán észrevegyék, hogy van klímaváltozás, mert hogy a Myanmarban így ez sem tudatos. Van így egy Marinel Ubaldo nevű Fülöp-szigeteki aktivista, aki hát a klímaváltozás, de inkább a katasztrófák miatt tüntet, hogy az emberek legyenek tudatosabbak, és harcoljanak a katasztrófák ellen, ne csak elfogadják, hogy megtörténnek. Illetve van egy maláziai, aki Ili Nadia Julfakar talán. Ő egy hölgy, aki amit már mondtam, a Kuala Lumpuri tüntetést szervezte, és hát ő alapvetően tüntetéseket igyekszik szervezni, szóval hármat találtam. Köszönjük szépen, gyors pont a házi feladat. Még egy gyors kérdés erejéig, maradjunk ennél a témánál. Ha nem is a klímaváltozás ellen, így globálisan, mert azért ez kiderült, hogy ha klímaváltozásról beszélünk, akkor ez eléggé egy ilyen nyugati importnak tűnik Ázsiában a magáról a témáról való gondolkodás. De hogy valamilyen konkrét lépések vannak-e, ami a környezetváltozás ellen, például mondjuk a mongol állattartók csinálnak-e valamit, vagy a bangladesi halászok csinálnak-e bármit azért, hogy esetleg kevésbé tegye tönkre a halászterületeiket az állandó áradás, vagy a vízszint emelkedés. Tehát vannak-e ilyen konkrét issúk a térségeitekben, amik úgy tűnnek, mintha elköri azért lenne valamiféle szerveződés, vagy legalább a közbeszédben benne lenne. Jaj, én megint nem fogok pozitív dolgot mondani, mert így, de ez lett volna az ez egy jó hát legközelebb rá, hogy akkor valami optimista dolgot is kellene keresnem, de hát még az előző etet ehhez, hogy ez egy nyugati import a térségben, még ehhez annyira szeretném ezt elmondani, hogy ugye a UNFCCC is klímacélok kapcsán a közép-ázsiai országok nagyon szívesen tesznek felajánlásokat és vállalásokat, hiszen, hogyha belegondolunk, akkor az, hogy 1990-hez képest csökkentsék a széndioxid kibocsátásukat,
az minden további nélkül megvan. Tehát, hogyha a szovjet iparra gondolunk, hát nevetségesen a közelébe sincsen a mostani szén-dioxid kibocsátása Közép-Ázsiának ahhoz, ami 1990-ben volt. Tehát innentől kezdve a nemzetközi klímavédelmi rezsimnek lehet az élhetne akár az élharcosa is Közép-Ázsia minden cselekvés vagy ráfordítás nélkül. Tehát valóban én ezzel nagyon egyetértek, hogy nagyon érdemes átgondolni, amikor ezeket a konkrét célokat megfogjuk és átvisszük egy az egyben egy közép-ázsiai országra. Na de hogy ők mit tesznek, és hogy jelenik meg a fenntarthatóság a térségben, az megint egy ilyen kétélű dolog és kettős kérdés, mert hogy éppen ugye a vízerőművek építése körül van a sok politikai vita és politikai feszültség Közép-Ázsiában, és mondhatnánk, hogy milyen jó, hát megújuló energiaforrások, hidroenergia, vízügyi fejlesztések, és mennyire szuper igazából, akkor itt Közép-Ázsiának megint van egy olyan előnye, legalábbis Kirgizisztánban és Tadzsikisztánban, ahol automatikusan fenntartható dolgokat fognak létrehozni. Na de itt megint egy nagy csapda van, mert hogy amit ők szeretnének, azok nagyméretű vízerőművek. És ezek a nagyméretű vízerőművek, ez minden csak nem fenntartható így önmagában véve. Nem tudom, hogy arról mennyit lehetett hallani, hogy az Egyesült Államokban már, ahol ugye szintén nagy kultusza volt ezeknek a nagyméretű vízerőműveknek, ahol tehetik, ott már bontják őket vissza, és National Geographic-on lehet nézni, hogy milyen boldogok a környezetvédők, hogy a halak végre fel tudnak úszni az ívó helyeikre, és ezek a hatalmas nagy rendszerek nem bontják meg a környezeti egyensúlyt. Persze a klímaváltozás szempontjából mondhatnánk, hogy klasszak ezek a projektek, hiszen a széndioxid kibocsátás szempontjából nyilván előnyösebbek, mint az alvízi államok szénhidrogéneken alapuló energiatermelése, azonban itt is arról van szó, hogy olyan politikai tartalmak kötődnek ezekhez a nagyméretű vízerőmű rendszerekhez, amelyeket megint csak nem lehet egyszerű racionalitással orvosolni, és azt mondani, hogy akkor kedves, nem tudom, Tadzsik elnök úr, akkor most több kis vízerőművet építsünk, hiszen ezek a fenntarthatóak, és ez lenne célszerű, és racionális, és fenntartható, mert hogy éppen a presztízs, a politikai hatalom demonstrálása az, ami ezek mögött a nagyméretű vízerőművek mögött van. Tehát az a legnagyobb gond, hogy tényleg olyan többlettartalmak, olyan mögöttes diskurzusok kapcsolódnak ezekhez a projektekhez, amik még azokban az esetekben is, amikor messziről azt mondanánk, hogy itt akkor végre valóban egy fenntarthatósági projektről van szó, akkor is mindig meg kell látnunk az árnyoldalát is. Én kiegészítem még a napenergia és szélenergia kérdésével, mert hogy ez is nagyon divatos most, különösen Kazahsztánban, hogy nap és szél erőműveket igyekeznek építeni. Ugye ezt is csak fél szívvel tudják sajnos végrehajtani, tehát hiába van ezeknek is kiemelt helye a projektekben, mivel akár Kazahsztán, akár Üzbegisztán, akár Türkmenisztán szénhidrogénekből él. Tehát gyakorlatilag a szénhidrogénekhez kapcsolódó bevételek tartják el a gazdaságot. Abban a környezetben egyrészt nem is éri meg megújulókba fektetni, sokkal kockázatosabb egy megújuló beruházás, mint egy klasszikus szénhidrogén alapú. Harmadrészt pedig nem szeretnék kinyitni a gazdaságukat. Ugye megújulókhoz nyugati technológia kell, nyugati szakértelem kell, nem szeretnék kinyitni a gazdaságukat, és veszélyeztetni a szénhidrogén szektoruknak a jövedelmeit. Tehát ez a nagy kép, és ezt tudom elmondani a fenntartható címkével ellátott projektekről Közép-Ázsiában.
Akkor arról pár szót, hogy a mongol pásztorok mit tesznek, vagy nem tesznek. Most így az expozémra visszacsatolva, ugye szólt erről, hogy az állattenyésztés, illetve a húsfogyasztás, ez ugye egy eléggé nagy környezeti probléma, és hogy ez a következő évtizedekben hatványozottan így lesz. Na most egyébként Mongólia itt felmentést kaphatna, mert alapvetően, ahogy Mongóliában az állattenyésztés zajlik, az lehetne abszolút fenntartható, ugyanis Mongóliában egyébként az időjárási viszonyok alapvetően nem teszik alkalmassá a területeket mezőgazdasági művelésre. Nagyon nagy, arányaiban nagy projektek, mongol méretekben nagy projektek zajlanak a gabonatermesztésre, de alapvetően mongóliai viszonylatban ezek eredményesek, de biztos, hogy Mongólia nem lesz egy növénytermesztő, egy gabonatermesztő ország, ugyanis másfél-két hónap van összesen egy évben, amikor nincsenek fagyok, tehát az időjárás egyszerűen ezt nem teszi lehetővé. Ugyanakkor, igen, ugyanakkor viszont állattenyésztésre meg tökéletesen alkalmas, ugye az eurázsiai sztyepnek a része Mongólia, tehát hatalmas legelők vannak, és hát ezen a másfél millió négyzetkilométernyi országon 70 millió állat legelészik, tehát körülbelül 1,2 négyzetkilométer az, ami konkrétan legelő, tehát minden állatnak jut körülbelül 30 négyzetkilométer legelészni, ez teljesen fenntartható lenne, viszont mégsem az, és ez egy társadalmi folyamatból fakad, mégpedig abból, hogy a pásztorok, a nomád családok, ma már inkább fél nomád családok, ők ugye a különböző városok, a különböző megye és járásközpontok környékként terelgetik az állataikat, ott legeltetnek, mert például tankötelezettség van Mongóliában, most már közel 100 éve. Tehát szeptembertől őszig a családnak az egyik fele, a gyerekek, az anyukával, azok ugye a városokhoz, központokhoz vannak kötve, és akkor természetesen az apuka sem akar több száz kilométerre onnan télen, ráadásul mínusz 30-40-50 fokokban több száz kilométerre a nyájjal elmenni. Tehát igazából az Mongóliának bizonyos területein a központok körül nagyon nagy a túllegeltetés, ami ugye degradációhoz vezet. Az ország nagyon nagy részén viszont alullegeltetés van, aminek a következtében meg ugye alakul át a legelőknek az összetétele. Tehát van egy ilyen probléma, és ezzel én minden pásztor, akivel valaha eddig beszéltem, mindenki tökéletesen tisztában van. És mindenki beszél róla, hogy ez nagyon nagy baj, és mindenki elmondja, hogy de hát mit lehet tenni. Szóval tisztában vannak vele, de tényleg valahol meg lehet őket érteni, mert tényleg nehéz helyzetben vannak, mert ugyanakkor azért tehát a mongol társadalom is, ez nem egy skanzenben él, hanem ebben a 21. századi modern világban, és ők is szeretnék, hogy persze a gyerekeik tanuljanak, menjenek majd egyetemre is, ha utána visszajönnek gazdálkodni, legeltetni az jó, ha nem, az is jó. Tehát ez egy nehéz kérdés, és ugye pontosan emiatt, mivel tanítani szeretnék a gyermekeiket, ezért nekik szükségük van pénzre is. És így nem csak az iskolák miatt, hanem ugye a piacok miatt is szükséges az, hogy az állatokkal viszonylag a közelben legyenek, hogy a piacok könnyen megközelíthetők legyenek. Tehát ez tényleg egy probléma, és én azt gondolom, hogy itt talán ez tényleg felülről politikailag lehetne jobban megoldani, tehát kitalálni azt, hogy akkor hogyan lehetne egyszerűen újabb, kisebb központokat máshol felépíteni, hogy ne ennyire tömörüljenek ilyen hatalmas nagy nyájakkal a gazdák egy-egy központ köré, hogy ezt kicsit jobban szétszórni, de egyelőre ez még megoldatlan. Majd meglátjuk. Most bajban vagyok, hogy válaszoljam meg ezt a kérdést, úgyhogy szerintem inkább a politikai szintére terelem, mert alulról szerveződő nagy projektekről még hatást érnek el, vagy ilyenről nagyon nincs tudomásom, viszont, vagy nem viszont, hanem mellesleg a
az ASEAN-nak van egy konfliktuskezelési mechanizmus, az ASEAN Way, vagy más néven az ASEAN út, ami a klímaváltozásra is abszolút érvényes. Ennek az a lényege, hogy nem megoldás, most ez csúnyán fog hangzni, nem megoldást keresünk a problémára, hanem tárgyalunk róla. Tehát inkább az a fő, hogy kapcsolatot építsünk, bizalmat építsünk, megbeszéljük a dolgokat, napirendre tegyük, tűzzük őket, de valódi megvalósulás az nem nagyon látható, és a klímaváltozás az rendszeresen napirenden van, nagyon sokat tárgyal róla az ASEAN, a dél-kelet-ázsiai államok, de hogy nagyon projekteket nem indítanak, munkacsoportok vannak, meg stratégiák vannak. Jó indikátor az, hogy 2009-ben, aztán 2015-ben kiadott 3 darab blueprintet, vagyis ilyen stratégiát az ASEAN, 3 közösségi stratégiát, a politikai biztonságit, a gazdaságit és a szociokulturális. Na most az első 2-ben vannak a fontos dolgok, tehát a politikai biztonsági meg a gazdaságinál, a szociokulturálisba beleraktak minden egyebet, és hát nem kell mondanom, hogy a klímaváltozás az szociokulturális probléma, meg a katasztrófavédelem is, bár nem értem se a szociális, a kulturális e tekintetben a katasztrófavédelemben, szóval igen, a klímaváltozás az napirenden van, és tárgyalási téma, de nem társul konkrét projektekhez. Akkor az utolsó kérdésem ma estére, hát gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne valahogy vidámabban lezárni ezt a beszélgetést, és olyan semmi nem jutott eszembe, úgyhogy felteszem azt a kérdést, amiről most minden tudományos beszélgetés szól, ugye ez a COVID-19 járvány, és hát már mindannyian elmondtátok különböző kontextusokban, hogy a gazdasági növekedés azért mindenhol fontosabb, mint a környezeti problémáknak a megfelelő megoldása, és hát nem is nagyon van erre más opció. Na most nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen hatásai lesznek a COVID-járványnak a gazdasági szempontból hosszú távon, de azért azt sejthetjük, hogy nem jók, és főleg nem ezekben az államokban. Lesznek ennek bármiféle következményei szerintetek a környezetbiztonsággal kapcsolatban? Lesz esetleg, nem tudom, vízháború a közép-ázsiai országok között, jönnek-e majd az indonéz migránsok Európába? Ezt kell számítanunk ilyen dolgokra, hogy látjátok? Hát erről egyrészt majd fogok részletesebben beszélni a júniusi konferencián, úgyhogy akit érdekel, azt szeretettel várjuk ott is, hogy meghallgassa. És ennek fényében lehet, hogy most megpróbálok egy optimista változatot, egy optimista narratívát bemutatni, ugye nagyon sok narratíva van, és nyilván a nagy részük az határozottan negatív, de van egy optimista narratíva, amely azt mondja, hogy a COVID-19 járvány olyan mértékben súlyosbítja ezeket a problémákat, amikről eddig beszéltem. Ugye egyrészt először bemutattam azt a rövid expozéban, hogy mi a kiindulási helyzet Közép-Ázsiában, utána, hogy arra hogy jön rá a klímaváltozás, és annak a hatásai hogyan mélyítik, súlyosbítják ugyanezeket a kérdéseket, és akkor a COVID-járvány lehetne egy harmadik ilyen súlyosbító, mélyítő tényező, és ugyanígy végig lehetne nézni az összes dolgot, amiről eddig beszéltem, hogy hogyan lesz rosszabb a helyzet a járvány okozta, hát legfőképpen a gazdasági folyamatoknak a megakadása, lelassulása, tulajdonképpen a gazdasági válság miatt legfőképpen. Na de hogy fog én ebből kihozni valami pozitívumot? Úgy, hogy a közép-ázsiai államok vezetőinek a fő legitimációs forrása az az, hogy ők fönn tudják tartani a stabilitást. Abban a pillanatban, amikor a lakosság elkezdi úgy érezni, hogy a vezető nem képes arra, hogy elnavigálja az államot a különböző kihívások között, és az instabilitás olyan mértékben beköszönt, hogy ez érzékelhető lesz a lakosság számára, akkor nagy valószínűséggel, és ahogy ezt Kirgizisztán példáján általában látjuk is, a lakosság körében elveszti a legitimitását a politikai vezetés. Tehát ez az a incentíva, ami ugye az egyik oldalon egy nagyon nagy kompromisszum, hiszen a lakosság elfogadja ezeket az autoritár rendszereket. A másik oldalon viszont azért én úgy gondolom, és akik ezt a narratívát képviselik, azok úgy vélik, hogy nem engedhetik meg maguknak ezek a vezetők, hogy teljes mértékben és ennyire mélyen
és súlyosan megjelenjenek a vízkérdésekhez kapcsolódó válságok, ahogyan most jósolhatnánk a COVID-járvány után. Tehát tulajdonképpen úgy is fel lehet fogni, hogy két piros vonallal aláhúzta ez a helyzet, hogy a vízkérdésekkel foglalkozni kell, magasra helyezte a napi renden, és talán ez segíthet abban, hogy a vízügyi, vízbiztonsági kérdéseket minél jobban sikerüljön rendezni, illetve akár közös együttműködéssel, mert hogy a közép-ázsiai régióban az a nagy rákfenéje mind a víz, mind az energiabiztonságnak, hogy a térség államai a Szovjetunió felbomlása óta nem hajlandóak, tehát nincs politikai akarat arra, hogy közösen megosszák a víz és energia készleteiket, és ugye, ahogy láttuk, azok az államok, amelyeknek több vízük van, kevesebb energiájuk, kevesebb fosszilis energiahordozójuk, valamilyen egyensúlyt ki tudnának alakítani az alvízi államokkal, akiknek a helyzete ugye ennek a tükörképe. Tehát hát ez egy klasszikus liberális érvelés, hogy a válság és az erőforrások megosztottsága és a szükségletek növekedése az talán kooperációt is indukálhat Közép-Ázsiában, és a klasszikus liberális érvelés mellé azért oda tenném azt, hogy 2017 óta egyébként is voltak már törekvések a regionális együttműködés szinte nem is újjáépítésére, mert hogy a Szovjetunió után azért nagyon rövid ideig volt ott valós regionális együttműködés, hanem egy új regionális együttműködési keretnek a megteremtésére. Úgyhogy ha optimista narratívet szeretnénk, akkor talán ehhez tud hozzájárulni a COVID okozta válság. Hát én is megpróbálok a pozitív vonalon maradni. Hát a kelet-ázsiai országok valószínűleg talán azon országok közé fognak tartozni, akiket kevésbé viselt meg a koronavírus járvány, tehát nem lesznek a legrosszabb helyzetbe került, nem lesznek a legrosszabb helyzetbe kerültek között. Ez egy pozitívum. Igen, illetve egy másik, hát pozitívum, ez is egy nagy kérdője tulajdonképpen. Az biztos, hogy a mezőgazdasági fenntarthatóságot célzó szakirodalmat elárasztották az olyan folyóirat cikkek az elmúlt egy évben, amik arról értekeztek, hogy igazából a koronavírus járvány az mekkora lehetősége a mezőgazdaság számára, hogy akkor most sokkal zöldebbé váljon, és például Kínával kapcsolatban nagyon sokan ezt feltételezik, hogy itt most akkor lesz egy nagy váltás, mert hogy ugye Kína is azért ugye az elején megtapasztalta ezt, hogy amikor ugye bizonyos élelmiszer termékcsoportoknak a behozatala teljesen ugye importtól függ, akkor ugye elég nagy megakadások lehetnek, és hogy akkor lehet, hogy egy diverzifikáltabb kínai élelmiszertermelés fog létrejönni, amit még az is lehet, hogy sokkal fenntarthatóbb módon fognak végezni. Én ezt nem látom így valószínűnek, de hát legyen úgy. Tehát ez alapvetően ezek a számítások szerintem nem jönnek ki, mert Kínában nő a népesség, a rendelkezésre álló termőterület pedig annyi, amennyi, tehát nagyon nagy játék ebben nincsen. Viszont mondanék valami mást, ami nem is annyira koronavírus, de élelmezés, és pozitív, és Kelet-Ázsiához, legelsőbb a Kínához kapcsolódik, az pedig az, hogy kiderült most nemrég egy pár hónappal ezelőtt, hogy az eddigi körülbelül 820 millióra becsülte az ENSZ élelmezésügyi szervezete a világ éhezőinek a számát, illetve a világ alultápláltainak a számát, és kiderült, hogy ez több mint 100 millióval kevesebb, mert hogy Kína nem szolgáltatott adatokat tulajdonképpen majdnem 20 éve, és most 2019 júniusában pedig mégis valami történt, valami megállapodás, és visszamenőleg 20 évre
szolgáltatott különböző háztartási szintű felmérésekről adatokat, és akkor ez alapján az derült ki, hogy tényleg rohamosan lecsökkent a mély szegénység, és ez az alultápláltak száma Kínában, és hát igazából ugye ez nem változtat a helyzeten, ami volt, csak az jó, hogy jobb a helyzet valószínűleg, mint ahogy ezt gondoltuk, és hát, hogy a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódóan, akár ez a változás, vagy akár a koronavírus kapcsán, hát eléggé nehéz ezt behatárolni, mert én azt látom az élelmezés biztonságban is, és a környezeti fenntarthatóság kérdésében is, hogy alapvetően új kérdések nem merültek fel, új problémák nem merültek fel, hanem az, amiről eddig is tudtunk, az jobban megmutatta magát, jobban felszínre tört, vagy egy kicsikét súlyosbodott esetleg. Tehát én nem látom sajnos most azt, hogy egy olyan politikai paradigmaváltás a világon megtörténne, ami ebbe az irányba, a jó irányba elterelni, a fenntartható irányba elterelni a világot, és hát ez alól Kelet-Ázsiát se látom kivételnek. És akkor most egy negatív dologgal zártam. Bocsánat. Én nem tudom, hogy erre hogy válaszoljak. Az a helyzet, hogy 2020-21-ben nagyon sok egyéb változás volt Dél-Kelet-Ázsiában a koronavíruson kívül. Egyrészt a Myanmari események, amiről már volt Peach rendezvény, kínaira növekvő térnyerése a régióban, vagy nem tudom, Japán meg az Európai Unió egyre népszerűbb lesz a társadalom körében, mint külső segítő. Szóval olyan politikai tényezők jöttek be a térségbe, én szerintem most változások lesznek a következő években, de nem tudom, hogy ez mennyiben tudható be a koronavírusnak közvetlenül. Amit a koronavírus mindenképpen átgondoltat szerintem az ASEAN tagállamokkal, az az, hogy mennyiben lehetnek továbbra is nagyon érzékenyek a szuverenitásukra, mert a dél-kelet-ázsiai államok sajátja, hogy nagyon szeretik a belügyeiket elzárni és a külvilágot kitolni ebből, és csak a gazdasági kapcsolatokban engedni. Na most a COVID miatt ezt szerintem belátták az államok, hogy itt szükséges lesz bizonyos dolgokat feladni azért, hogy együtt tudjanak működni. Most nem tudjuk, hogy ez a jövőre milyen tendenciákat vetít elő. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm vendégeinknek azt, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm Ilias Boglárkának, Szájk Rékingenek és Papp Bendegúznak, hogy voltak velünk. Köszönjük szépen a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást, ugyanis a Nemzeti Bank jó voltából működik a kutatócsoport is, és ez a mai rendezvény is így valósult meg. Köszönjük szépen a közönségnek is, hogy itt voltak. Én nagyon élveztem a beszélgetést, nagyon sok mindent tanultam, remélem, hogy önök is. Ha szeretnék visszanézni a beszélgetést, akkor fel fog kerülni a YouTube csatornánkra, ott meg fogják tudni tekinteni, illetve szeretnék néhány szót szólni a kutatócsoportnak a következő rendezvényeiről is. Akinek esetleg nem volt eddig a kutatócsoportból ma este, az szombaton is velünk tarthat, ugyanis egy egésznapos konferenciánk lesz, Kultúrdiplomácia Kelet-Ázsiában címmel, 9-től 5-ig lesznek előadások. Szintén Zoom-on fog zajlani a konferencia. A pontos program az megtalálható a Facebook oldalunkon, illetve e-mailben is kiküldtem már, azt hiszem, de fogok még egy emlékeztetőt küldeni. Aki szeretne kapcsolatba kerülni velünk, az megtalál bennünket a Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport Facebook oldalán. És nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, és szép hétfő estét kívánok a viszontlátásra. Sziasztok!